Német. Most azért kap egy kis pihenőt Zsófi. Abszolút meg is érdemelte. Igen, bár ezeket a cseréket én soha nem értem, hogy... Ha pörög valaki, akkor miért kell levenni a fejről? Nem, hogy eltelt 40 másodperc a negyedből. Ahogy Német majdnem kosarat tudott szerezni ebből. Lejárt volna a támadó időnk, ezt el kellett dobni. Pastore. Zavec faltja. Picit elkésett. Megpróbálta beduplázni Nadalint, ő és az alapvonal. De szerencsére még neki sincs fal problémája. Igen, ugye ez csak a második volt neki. Ebből nincsen gond. McCarville. Ajjajjaj. Igen. Támadó fal. Hova? Jó erővel meglőtt labda volt ez a játékvezetőnek. Nézd is a sporttárs, hogy ez most akkor így hogyan volt, kisasszony. Megkármi megmutatja, hogy én erős vagyok, kész. Megmondom az őszintét, én még mindig csak hüledezek Megkármit látva. Német. Igen, egy picit gyorsabban kéne felállítani a játékot és a passzoknak Zavec, is. Onnan egyet már bedobott. Ezt most kihagyja. És nincs meg a lepattanó sem. Az viszont Szabó parádés labda szerzése és kiharcolt faltja. Az gyönyörű volt. Ez nagyon okos visszalépés volt. Ez az a Szabó Fanni, akit látni szeretünk a pályán. Nagyon összekapta magát itt a... Igen. A harmadik és a negyedik negyedre. Zavec fújhat egyet. Licskai is kap egy kis játékidőt. Szabónak gyönyörű lepattanói voltak. Volt két parádés labdaszerzése, igen, meg most ez is. Ő is jól játszik. És most jó a büntető is. Újabb pontszerző a soproni csapatban, már a nyolcadik játékosunk, aki legalább egy pontot szerez. Aki legalább két pontot szerez. És ugye négyen járnak 8 pontnál, vagy a fölött. Ilyen is ritka alkalom, akkor fordult elő az idei Euroliga szezon során. Igen, hát és azokat a meccseket rendszerint megnyerték. Igen. Német. Fűrész. Zóna. Krinics. Volt igazán jó az a bejátszás. Igen, még nem lassú, fogta teljesen igen a pozíciót szerintem. Meg Krinics lassú labda is volt. Dokos fal. Nem adják meg a játékvezetők. Szabó faltja volt. Neki is az első. Bőven belefér. Jön egy időkérés. Természetesen Mauricio Lassi kéri. 16 pontos hátrányban van a csapata. Biztos van mondani valója az olaszok mesterének. De mi most Székely Norbertet hallhatjuk majd, amíg megbeszéli Seres Évával, hogy akkor miről is szóljon ez az időkérés. Tehát maradunk úgy, ahogy eddig. Tehát a zóna, a gól, ember, hogyha nem gól, oké? Okay? Ennek az a legfontosabb, hogy öten menjetek a lepattanóért, mert a Ford ne tudjon közelről kosarat dobni. Ezzel tudod megnyerni a meccset, meg azzal, ha nem tud fölgyorsulni. Jó, tehát nincsen indítása. Nincs indítása, meg tudom ebből a felét. A egy fautunk van még, ezért váltogatjuk a védekezést, mert már csak egy van, és még 8 perc. Viszont a támadásban célra törően befelé menni, oké? Okay? Befelé, mert fautot fognak fújni rá. Oké, okay. Keményen. Uomo, prendete due play, ok? Bisogna rubare la palla, eh? We have to steal the ball. Altra cosa, in attacco abbiamo chicca da 4, quindi possiamo giocare dentro e Cicchi fuori e dentro Cicchi. When you get the situation, she's against 4 or 5, she goes 1-on-1, don't stay inside, ma come in the album, ok? Ci siamo? Dai, proviamo!
Az időkérés után kosárral jelentkeznek az olaszok, és igen, ugye kint maradnak egész igen. pályán, és ugye jól adottam, akkor labdaszerzésre ösztönözte hát a játékosait. Muszáj nekik ezt a 14 pontot valahogy ledolgozni. Az egyszerűen hangzik, nem szerezünk labdát. Igen. Az ott egy falt volt, de nem fújnak semmit a játékvezetők. Igen, nagyon, megint nagyon beszűkül a játék. Szabó, el kell dobni, az rövid. És Licska jön a lepattanóért, csak nem tudja összekaparni Ford elől. Maki, ott maradt Krinicse, simán veri meg lábbal. Visszajön 12 pontra a Familia Schio gárdája. Nem sem elég időkérés hazai. Ajaj, lépéshiba. Húha. Bátorfújás ilyenkor ezt megfütyülni. Függetlenül attól, hogy az volt-e vagy sem. De jön egy időkérés Székely Norbertől, mert most ez a támadójáték, ez nem az, amihez hozzá vagyunk szokva. Position 4, so you have to defend against her. Figyeljetek arra, hogy te külsőt fogsz. Now we can play the shirt for on you, okay? Turn the ball and pass in the ball. Fontos, hogy ne lassuljatok le. Lelassul az egész játék, ha ilyen lassan jön föl a labda, minden sebességgel. Váltogassátok, hogy ki az, aki fölhozza a labdát, jó? -42 a Soproniaknak, de nem is olyan régen még 16 pont volt az előnyünk, és itt most megakadt egy picit a támadójátékunk. Mi a teendő ilyenkor? Igen, hát elő kéne venni ugye azt a játékot, ami eddig működött, ez így nagyon egyszerűen hangzik, de sokkal többet kéne mozogni támadásba, gyorsabban kéne, hogy menjen a labda, plusz valahogy be kéne juttatni center posztra. Fegyver neki, szép betörés, nagyszerű kosár. Vagy be kell törni, és dobni kell egy ilyen zicsert. 56-42. Fegyver neki 10 pontnál. Igen. A harmadik játékosunk, aki két számjegyű ponttermésig jutott a mai napon. Igen, most háromszögből keresik. Igen. Most nem a direkt paszt adták, hanem már kilépett labdáért. Egy ilyen center felső alsó. És az működött. Kuraszova próbál pozíciót fogni, abban nem ért bele Maszki Adri. Így aztán jöhetnek megint a vendégek. Ja, hamar kifordult a pozícióból, és nem adott felületet, amit Hana el tudott volna találni. Közben talán van időnk arra, hogy elmondjuk, hogy a nagyszünetben a Prága 47-35 arányban vezet a Győr ellenében, hiszen ugye a másik magyar Euroliga csapat is pályára lép. Miközben Ford szed egy támadó lepatalót, aztán az amerikai megteszi nekünk azt a szívességet, hogy kihagyja ezt a fél méterről elengedett dobást. Könnyű zicser volt ez pedig. Igen, és a csapat, a Cohen is letolta, hogy nem dobta be, sőt az edző is, és az edzőre egy elég látványos mozdulattal kilegyintett. Van Fordnak 14 pontja, 11 lepattanója, 3/4 után. Most már ugye 16 pontja van. Gondolom van még mellette egy-két lepattanó, azért nem tudom pontosan megmondani, mert hogy az internet az elillant innen az MKB arénából Sopronban. Tehát, hogyha valakit nem érhet panasz a mai napon, akkor az Ford. Lassan dobnunk kell, az még érvényes. Már pedig az is jó. Az első fél időt is egy ilyen ludaszó pillanatával, ráulló labdával zártuk. Meg most itt ezt a támadást is. 58-44 a Soproniaknak.
Igen, hát az olasz játékosok már sokkal inkább a bíróval vannak elfoglalva, mint a játékkal, mert itt is hadonászott mindenki, hogy ez nem ér. Ez a dobás, tehát bőven. Meg szoktuk mondani, hogyha össze-vissza fütyörésznek a játékvezetők, ma én azt hiszem, hogy egy nagyon következetes sípmesteri hármas kaptunk. Abszolút. Mindenki tudja, hogy mi az, ami megengedett. A labda marad az olaszoknál. Szép védekezés Zavetztől, beírják sapkának. Igen, ezt a 6 másodpercet ezt ki kéne védekezni. Ennyi maradt ugyanis a támadó idejéből a szkiójaknak. Pastore. És ott Maszki Adri. Szép védekezés Kuraszovától. Fú, de nehéz dobás volt ez. Hát erre mondják, hogy ez az övé. Igen. Tapsoljuk meg, mert ügyes volt. Pastore üldözi, hajtja fegyvernek itt. Zavec. Jaj, 5 másodperc támad a vizünkből. Fegyver neki, nehéz dobás. Az is jó! 60-46. Tucatnyi pontnál fegyver neki. Hát ez az a tempó, amit nőtől ritkán lát az ember. Ajaj, megadják a kosarat. Eddig ezeket nem ítélték meg. Én azt mondom, hogy meg lehetett adni. Talán a lassításból. Na igen, csak ott nem fogjuk hallani a Igen, a sípszót. Erre fújták, biztos. Hát, elkezdtek kilépni az iccet. Följön 11 pontra az olasz csapat. Jajjaj. Így nem lehet kipasszolni a labdát egy csapdával. Már ki közben. Azt szerezzük meg. Bravo, Orti. És Pastore a személyiba. Neki ez a második faltja, és megvan az 5 csapat faltja a Skionak is, úgyhogy Horti dobhat 2 büntetőt. Horti ugye 5 pontnál a mai napon, de szinte alig vállalt. Mindössze 4 rádobása volt Hortinak. Igen, hát látni rajta, hogy annyira nincs a toppon fizikálisan. És kimarad a büntető is. Igen, hamar lekapta a kezét erről a dobásról. Az már sokkal jobban nézett ki, eredményesebb is, és az utóbbi a fontosabb. 61-49. Jó, 2 támadást még kivédekeznénk, akkor akár zsebben is lehetne ez a mai mérkőzés. Cohen. Maszki Adri azért nagyon belelendült itt a második félidőre. Maki, ott Ford és Horti óriásit harcoltak, megint ilyen kicsit MMA-s megmozdulás volt ez. Ami nagyobb baj az, hogy kosarat kapunk belőle. Maki szerezte ezt a duplát. 14 pontnál Maki. Zavec. Az utolsó 3 percen belül. Az meg egy kiharcolt falt fűrésznél. Jöhet megint majd 2 büntető. A fűrészdia 91,7%-os a vonalról az idei Euroliga szezonban. Az olyan rossz. Nem, az elfogadhatom. Mindenki aláírna ezt a statisztikát. Jó, ez is. Picit azt érzem egyébként a második fél időben, hogy bár Sasa se olyan aktív, de most valami... Hogy Zavec, egy támadó lepattanó Ford mellett, és egy gyönyörű zicser. De többiek se keresik annyira, mert most is volt egy nagyon szép kifutása, amiből ha megkapja ütemből a labdát, akkor dobhatott volna a hármas. 15 pontnál Zavec. Cohen. Inkább kiosztja Maki, egy leütés, tempó. Az az ő dobása, úgy egyébként. Fűrész. Sokat várunk a csapdába. Sokkal gyorsabban kéne kiposzolni. Nem baj, ezt most nem adtuk el, meg ebből most nem lett gond végül. Attól féltem, hogy ki fog lépni az oldalvonalon kívülre Fűrész. Nagyon szépen
pálya szélén tudják ezeket a csapdákat megoldani az olaszok. Fűrész. Beleért Maki, de nem tudjuk már összekaparni a lepattanot, meg le is járt a támadőrünk. Talán ezt, hogyha leteszi Kuraszovának, akkor az egy sokkal jobb helyzet lehetett volna. Igen, most lecserélik Fűrész diát, én is egy picit azt érzem, hogy amennyire az első fél időben ritmusból vállalta a helyzeteit, most egy picit, mintha erőlködne. '64-53, kevesebb, mint két perc még a mérkőzésből. Maki, de nehéz dobást vállalta, hagyni kell Szabó okosan. Ki is engedi a labdát. Fegyver neki pedig elkéri. Fegyver neki. Zavec. Kicsit ilyen minden mindegy alapon mennek. Az szép, nagy játék. Gyönyörű. 17 pontos Zavec Hanna. Csapatunk legeredményesebb dobója, de itt most meg kell dicsérnünk Alexandra Kurasovát is, mert gyönyörű labda volt, amit adott neki. Igen, hát az olaszoknak nagyon más választása nincs, mint hogy gyors dobásokat vállaljanak. Az a labda a miénk. Horti megérdemelt pihenőjét töltheti majd a kispadon. Nagyon nagyot harcolt. Lázas betegség után ez is több idő volt, mint ami egészséges volna. Igen. Fegyver neki. Az gyönyörű falttal együtt tábláról. Erről van szó. Én nem tudom, hogy mennyiben köszönhető ez a mai, most már kijelenthetjük, hogy győzelem az olaszok már biztos továbbjutásának, illetve a miénkről lekerülő tehernek, de ha így játszottak volna Lengyelországban, ugye mindig ez jut az ember eszébe. Igen, csak hát ugye minden meccs más. Persze, ezt tudom, de akkor is ez ma ezt látva nagyon még fájóbb talán az a kinti igen, vereség. Igen, és ha még más meccseken is így játszottak volna, akkor lehet, hogy nem, ugye most már 4 győzelemmel fejezik be. Igen. És továbbra is állítjuk, amit állítottunk már akkor is, amikor ugye az Orenburgtól hazai pályán hosszabbítás után kapott ki a Sopron, ugye akkor is elmondtuk, hogy az a győzelem az még nagyon fog hiányozni, és így elnézve, meg végignézve az idei szezont, Az a lélekemelő diadal az nagyon hiányzott a soproni hölgyeknek, mert bravúr győzelmük nem volt. Igen. És ki tudja, hogyha van az a siker, miközben forcal egy újabb lepattanót, aztán még egyet, majd kiharcol egy faltot. Persze ez már csak utólagos okoskodás, de ki tudja, hogy az milyen gátakat szakított volna át a soproni hölgyeknél. Igen, meg ott egy már bőven megnyert meccset veszítettek el, és... Igen, ugye utána jött még két vereség, mondjuk a Szalamankától meg a Fenertől ki lehet kapni. Aztán kikaptunk ugye idegenben a Skiótól, az szintén egy fájó vereség volt, főleg azért, mert ott egy fél idő előnyt adtunk az olaszoknak, és hát látjuk, hogy ez azért egy verhető olasz csapat. Most függetlenül attól, hogy mennyire voltak motiváltak a mai napon, vagy mennyire nem. Az lényegtelen, minden meccset meg kell nyerni, és láttuk, hogy azért Lassi mester is hozni akarta ezt, hiszen csak behozta meg Carvilt. Aztán, amikor érezte, hogy ez a hajó elment, akkor már pihentette. Mondjuk most a soproni lányokban biztos benne volt ez a múltkori Polkovice meccs, ami nagyon Szabó. Csúnyára. Az lejön, a lepattanó Fordé. Viszont megvan a végeredményünk, 69-54 arányban az Unica Euroleasing Sopron együttesen legyőzi a Familia Skió gárdáját, és az azt jelenti, hogy a soproniak 4 győzelemmel és 8 vereséggel zárják az idei Euroliga szezont. Mi most szünetelünk egy picikét, és aztán utána természetesen jövünk még vissza interjúkkal, valamint egy rövid kis elemzéssel. Marad